Több mint 50 hazai és határon túli magyar szervezet egyedülálló és példaértékű összefogásával immár 6. alkalommal rendezik meg a Pénzsztár hazai és határon túli magyar középiskolák pénzügyi, gazdasági és vállalkozási versenyét. A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a pénzügyi műveltség fontosságára, játékos formában mérje fel a tudásukat, és tovább bővítse az ismereteiket. Titan Illának két vendége is érkezett a megmérettetés kapcsán. Így van, vendégem Kerekes György István, a Pénztár versenyközpont ügyvezetője és a fő támogató Budapest Bank vállalati üzletágának vezetője. Toldi Balázs, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ugye 2013-ban indult el akkor ott az első pénztár verseny, azóta több mint 20 ezer diák vett részt ezen a megmérettetésen. Hogy látják, milyen utat járt be a rendezvény? Hát ez egy nagyon izgalmas rendezvény, nagy kaland számunkra is. 6 évvel ezelőtt merült fel, hogy egy műveltségi versenyt csináljunk, amelyik az oktatáshoz szorosan kapcsolódik, és a nevelés-oktatási célokat is próbálja szem előtt tartani. És egy olyan versenyt terveztünk meg, amelyik hazai és határon túli résztvevőkkel is játszik, együtt működik, és ugyanakkor hát egy nagy hazai támogatottságot szerezzen meg. Ezért minden évben sikerült 1200 csapatot elindítani, ezek 4 fős csapatok, és hát ma már egy kicsit intézményesült ez az egész verseny, és hangsúlyozott a műveltségi versenyről van szó, mert mi azt mondjuk, hogy az általános műveltségnek van egy olyan szelete, ami a pénzügyi, gazdasági, vállalkozási műveltség, és azt szeretnénk, hogy a középiskolában ezek a diákok, amikor kikerülnek, akkor már legyen egy képük arról, hogy Magyarországon ez hogy néz ki, a világban hogy néz ki, és legyen egy eligazodási lehetőségük. Gazdasági szakemberként hogy látja, miért fontos az, hogy igenis úgy jöjjön ki egy 18 éves fiatal érettségi után, hogy képben van bizonyos alapvető pénzügyi, gazdasági ismeretekkel? Igen, hát, ugye mi 1991 óta támogatjuk az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért alapítványunkon keresztül a fiatalokat és alapvetően magát a pénzügyi oktatást, illetve fejlődést Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert ma a világ irtozatosan felgyorsult. Ahhoz, hogy egy jó asztalos sikeres legyen a szakmájában, és hogy tovább tudjon növekedni, ahhoz nem elég jól elkészíteni azt a széket ma már, hanem azt is meg kell tudni találni, illetve végig kell tudni gondolni, hogy mondjuk az adott gépet hogyan tudja megvásárolni, hogyan tudja megfinanszíroztatni. Ugye ez a gondolkodásmód, ez nagyon fontos, hogy már az elején beépüljön a fiataloknak a hétköznapjaiba, hiszen nagyon nem mindegy, hogy hogyan értelmezzük a hitelkérdését, vagy a betéteinket hogyan helyezzük el. Én úgy látom, hogy erre egyre nagyobb a nyitottság, és ahogy a résztvevők számát tekintjük, az elmúlt években folyamatosan nőtt, úgyhogy úgy látjuk, hogy a fiatalokban van érdeklődés ebben az irányban. Mi azt szeretnénk, hogy ez tovább növekedjen, és hogy a vállalkozók, akik majd később kikerülnek ebből a korosztályból, sikeresek legyenek. Úgyhogy hát ez az egyik legfontosabb része. A másik pedig, hogyha valaki nem vállalkozó lesz, hanem egyszerűen csak a hétköznapi pénzügyek világában kell, hogy eligazodjon. Ugye az Y-generáció már nem a fiókokban bankol, hanem interneten, és az nagyon fontos, hogy amit keres, meg amit ott megtalál, azt értse, és el tudja dönteni, hogy az adott konstrukció számára megfelelő vagy sem. Csak egy példát mondjak, a lányom most 8 éves, azt mondta, hogy ő állatorvos szerette lenni, úgy alapból nem biztos, hogy kellene neki pénzügyi ismeretekkel rendelkezni, inkább a biológiát kell majd tanulnia, de nagyon nem mindegy, hogy egy röntgengépet meg tud-e majd vásárolni, és hogy megérti, hogy ez milyen feltételek mentén működik például. És akkor nézzük a technikai részleteket, már lehet jelentkezni, hol, hogyan és meddig várják? Hát már nyáron is lehetett jelentkezni, tehát már nyitva vannak a regisztrációs felületek. Egészen október 8-áig, éjfélig van lehetőség jelentkezni, és akkor 12-én már indulnak az első előselejtezők. Tehát nálunk az a rend, hogy 2 előselejtező van, ezek online versenyek, ezt követi 4 helyszíni verseny, összességében 33 helyszínen zajlanak a versenyek, ezek különböző elő-közép döntő és végül a döntő, és ez
mutatja meg, hogy a döntő végén az öt csapatból, aki talpon marad, ki lesz a pénz sztár, 2018 pénz sztár csapata és hát versenyzői. Milyen típusú feladatokkal készülnek idén? Rendkívül széles a pénztár versenynek az alap készlete, mert az általános műveltségnek nagyon sok eleme beépül a versenyfeladatok közé. Hát néhányat általános pénzügyek, banki, takarékszövetkezeti feladatok, biztosítás, pénztár, tőkepiac, hazai és uniós költségvetés, illetve államháztartási kérdések Magyarországon, versenypolitikai kérdések, adózási kérdések és egy külön nagy szelet a vállalkozási ismeretek, illetve vállalkozási feladatok. Többek között a verseny egyik döntős feladat, egy olyan startup feladat, aminek a kidolgozását ugye szakemberek végzik, és szakemberek fogják elbírálni. Tehát egy nagyon izgalmas, sokrétű verseny van, ahol a kérdések azok 40-50 helyről érkeznek. Van egy szakértői csapat, ez 35 fős, és ezen kívül van 12 egyetem, aki bekapcsolódott szintén a verseny szervezésébe, akik szintén kérdésekkel is hozzájárulnak. Tehát egy nagyon sok helyről, országosan érkező kérdésekből állnak össze azok a kérdéssorok, amit a diákoknak meg kell tudni valósítani, meg kell oldani. Akkor október 8-áig lehet tehát jelentkezni. Innen is biztatunk mindenkit, hogy legyen bátor, toborozzon egy csapatot, és hajrá, hajrá, pénztár verseny. Nagyon köszönjük, hogy itt voltak, és hát sok sikert kívánunk mindenkinek, aki úgy dönt, hogy csatlakozik és megméretteti a tudását.